Az Európai Unió legtöbb országában még fel sem merült, hogy harmadik oltást is lehetővé tegyenek. Pedig a szakemberek és a gyártók is egyre többször beszélnek arról, hogy a védettség fenntartásához szükség lehet a harmadik dózisra. A Pfizer például maga is ajánlja a delta variáns terjedése miatt. Németországban talán jövő tavasszal oltatnak harmadszor, de ősznél előbb Franciaországban sem. Egyre több uniós országban emelkedik drasztikusan a fertőzöttek száma a delta variáns terjedése miatt. Egyes kutatások szerint augusztus végére az Európai Unióban 10-ből 9 megbetegedést ez a mutáns vírus okoz majd. Szakértők szerint egy harmadik oltással és akár a vakcinák keverésével sokakat meg lehetne védeni az eddiginél jóval súlyosabb fertőzéstől. Az Európai Unióban egyelőre egyik országban sem adnak harmadik oltást az embereknek, de több államban már tervben van, hogy hamarosan lehetővé teszik. Emmanuel Macron francia elnök a héten jelentette be, hogy szeptembertől 1,7 millió francia kaphat harmadik vakcinát, legfőképpen azok, akiket még az oltási kampány legelején, idén januárban vagy februárban oltottak be. Az idős otthonok lakóit, a 75 év felettieket és a krónikus betegségben szenvedőket. És azok az 50 év felettiek is kérhetik majd ősszel a harmadik oltást, akik például az egészségügyben dolgoznak. Franciaországban a tervek szerint augusztus végétől lehet időpontot foglalni a harmadik vakcina beadására. A képlet egyszerű, minél többet oltunk, annál kevesebb esélyt adunk a vírus terjedésére, annál inkább elkerüljük a kórházi kezeléseket, és annál inkább elkerüljük a vírus egyéb mutációit, amelyek még veszélyesebbek lehetnek, mondta a francia elnök. Németországban az egészségügyi minisztérium július 1-én jelentette be, hogy több mint 200 millió adag vakcina rendeléséről tárgyal a kormány, amelyből a harmadik oltásokat adnák be, de csak legkorábban jövőre. Finnországban is szóba került már a harmadik oltás lehetősége. Egyelőre ott tartanak, hogy a tervek szerint a kormány a jövő hónapban dönthet róla. Az Európai Unió többi országában még idáig sem jutottak el, így biztosnak tűnik, hogy az európai lakosság döntő része egyelőre nem juthat harmadik vakcinához. Igaz, sok helyen még a második, sőt az első adagok beadásánál tartanak. A Pfizer-BioNTech vakcinát gyártó cég is szükségesnek tartja, hogy vakcinájukból a harmadik adaggal is beoltsák az embereket. Az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy fél év után jelentősen csökken az oltóanyagok hatékonysága. A járvány kezdete óta világszerte már több mint 189 millió ember kapta el a koronavírust, és több mint 4 millióan haltak bele a betegség szövődményeibe.